Új aranykor köszönthet be Magyarországon, köszönhetően annak az útnak, amelyre hazánk 2010-ben lépett rá, mondta Matolcsy György, aki szerint a skandináv országok gazdasági modelljét kell követnünk. A jegybank elnök a huhogó bagyoknak is üzent. Szerinte nincs igazuk, mert Magyarország versenyképessége javult az elmúlt 7 évben. Róna Péter a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát egy új aranykor, amiben mi élünk. Én nem tudom, hogy ezt tudta-e, de Matolcsy Györgytől megtudtuk. Az? Én ezt nem tudtam, és azt se tudtam, hogy Magyarország versenyképessége az elmúlt 7 évben javult volna. Ráadásul tök mindegy, hogy mit mondanak a nemzetközi statisztikák és statisztikusok. Igen. Az nem számít, mert az a lényeg, amit ő lát. Ez így van. Akkor köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Ehhez nincs mit hozzátenni, ha jól látom. De ahhoz van mit hozzátenni, amikor Orbán Viktor arról beszél nagyon konkrétan, hogy 2030-ra utolérjük gazdaságilag Ausztriát? Hát nézzük meg a számokat egy kicsit, hogyha erről akarunk beszélni. Nehogy félrevezessék külföldi statisztikusok, vigyázzon. Vigyázok, megpróbálok vigyázni. Jelenleg Magyarország növekedési rátája körülbelül a 3% körül mozog. Az osztrákoké a 1,5% között van. Az egyfőre jutó osztrák GDP mintegy 41 ezer euró. Az egyfőre jutó magyar GDP mintegy 11 ezer euró. Tehát az osztrák majdnem a négyszerese a magyarnak. Ahhoz, hogy 12 év alatt, tehát 2030-ig 12 és fél év alatt ezt a különbözetet ledolgozzuk, éves, mintegy, most gyorsan számolok fejben, éves, mintegy 11,5-12%-os növekedésre lenne szükségünk, ami ez még hozzájárul, hogy meg kell haladnunk. Tehát az osztrák 1,5%-os növekedést 11,5%-kal kellene meghaladnunk ahhoz, vagy a mindenkori osztrák növekedés. Vagy a mindenkori osztrák növekedés. 11,5% kell meghaladni ahhoz, hogy a miniszterelnök úr bejelentése beigazoljon. Milyen dokumentumokat láthat a miniszterelnök? Milyen tényekkel vagy álhírekkel etethetik, hogyha ezt elhiszi? Fogalmam sincs, ez nagyon szomorú. Kétségbeejtő, mert én ennek az állításnak semmiféle alapját sem látom. Mi kellene ahhoz, hogy Magyarországon tartósan évről évre 13%-os növekedés legyen a mostani 2-3%-os. 13%-os növekedés nincs. Ilyen növekedés Kínának sincs, sose volt, és még Josip Visszarionovics statisztikai hivatala sem produkált ilyen méretű növekedést. Tehát ez a világ gazdaság történelmében egy példátlan dolog lenne, lehetetlen. Hát a matolcsizmus is példátlan, legalábbis ezt szokták mondani a fideszes gazdaságpolitikusok. Nézze, ami Matolcsit illeti, hogy világosan fogalmazzunk, én mindig is támogattam többször a múltban, a Matolcsy vezette Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját. Helyesnek találtam a növekedési hitelprogramot. Tehát ez a kérdés rendben van. Ugyanakkor messze menően elutasítottam és bíráltam az alapítványok létrehozatalát. De a monetáris politikával nincs különösebb baj, ez rendben van. És amit egy monetáris politika tud produkálni a növekedés érdekében, az ez a monetáris politika körülbelül produkálja is. Ezzel szemben azonban a magyar nemzetgazdaság szerkezete, tehát a gazdaságpolitika, a fiskális politika, a szabályozások, magának a gazdaságnak a szerkezete teljesen alkalmatlan a növekedésre. Semmiféle növekedési kapacitással nem rendelkezik. A valós tény az, hogy ugye Magyarország a GDP 5,5%-ának, 5,7%-ának megfelelő támogatást kap az Európai Uniótól. Na most, ha ezt az 5,7%-ot összevetjük a körülbelül 3%-os növekedéssel, és azt mondjuk, hogy ezt a támogatást kivonjuk azért, hogy láthassuk, hogy mi a magyar nemzetgazdaság tényleges teljesítőképessége, akkor mennyi marad?
Hát az égvilágon semmi. Recessziónak hívják, ami marad. Pontosan. Hűséges nézőink tele Bonnár Zoltántól ugyanerről hallhattak, hogy voltak éppen recesszióban van a magyar gazdaság, csak jön a pénz. A honi gazdaság zsugorodik. A honi gazdaság még ma sem éri el az amortizációs rátát. Na de akkor Matolcsi György ezzel az aranykör szöveggel, ezzel eteti Orbán Viktort, aki elhiszi, hogy meg lesz az éves 10-valahány százalékos növekedés? Tudom, hogy olyanokat kérdezek, ahol nincs jelen, tehát nem tudja. Én nem vagyok jelen, én nem tudom. Én nem csak tudom. Próbálom érteni, hogy ez mi akkor. Tehát ez a tény. Na most ehhez még hozzá kell adnunk ugye azt a több mint 1 milliárd eurót, amit a szegény kivándorlók hazaküldenek, hogy a nagyon nehéz helyzetben levő családjaiknak segítsenek. Ugye ez is egy nagyon nagy tényező a magyar gazdaság teljesítményével. És akkor azt látjuk, hogy a honi, ipar, mezőgazdaság és szolgáltatás, a honi tulajdonban levő gazdaságnak nincs növekedő képessége, és teljesen értelmetlen dolog, és nagyon káros dolog ennek az ellenkezőjével etetni a magyar társadalmat. Kampányban? Ez arról szól? Lehet, lehet. Ugye a sajátjainak mondta, a Fidesz velencei frakcióülésén mondta Orbán Viktor ezt az ausztriai 2030-as vágyalmat. De hát ez mondom, nem áll össze. Tehát ez egy képtelenség, ez az állítás. Akkor mi értelme van egy kormányváltásnak, hogy ilyen állapotban van a magyar gazdaság? Jön egy új kormány, mit tud tenni? Sok mindent tudna tenni, de felszeretném felhívni a figyelmet mindenki számára arra, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzet és nagyon nehéz periódus előtt állunk. Az aranykorszaktól eltérően most a robotizáció és az informatikai technológia gazdasági széleskörű bevezetésének a küszöbén állunk, ami tetemes munkahely veszteséget fog okozni. És olyan szerkezeti nyomás alá helyezi a magyar nemzetgazdaságot, amire ez a nemzetgazdaság egyszerűen nincs felkészülve. Na most más kérdés, hogy melyik az a politikai erő az ellenzéki oldalon, amelyik erre komolyan készül. Még ott van az LMP-nél? Én LMP mellett? Mellett, igen. Igen. Tehát vannak dolgok, amit meg lehet csinálni, vannak fontos dolgok, amit meg lehetne lépni, de kétségtelenül nagyon-nagyon komoly kihívások előtt állunk, és ez az ámítás, ami zajlik, a kihívásoknak való megfelelést nem segíti elő. Ha az LMP-t kormányra tudja juttatni, mi lenne az első tanácsa? Hát én nem tudom, mi a kormány. Hát tanácsadó, tehát nyilván a munkája benne lenne. Igen. Mi lenne az első dolog, amit meg kellene csinálni a magyar gazdasággal? Igen. Az első dolog ugye a korrupciónak a beszüntetése. Ez egy teljesen tiszta sor, nagyon komoly feladat, de könyörtelenül be kell szüntetni a korrupciót. Ez ügyészségi kérdés? Ez ügyészségi kérdés, igen. A második tétel az adórendszer radikális átalakítása. Több kulcsosra? Több kulcsosra, többek között több kulcsosra. A harmadik kérdés a jövedelemkülönbségek csökkentése. Minimálbér megemelése? Minimálbér megemelése, és itt szóba jön a egyébként nagyon fontos jobbikos kezdeményezés a bérunióval kapcsolatban. Ez egy nagyon nagy téma, tehát ezt most hagyjuk egy kicsit. Támogatja egyébként? Támogatom, igen. Igen. Tehát ez a harmadik. A bérek kérdése. A reál bérek növekedése egy nagyon fontos gazdaságpolitikai eszköz az általános gazdasági növekedés elérése vonatkozólag. Tehát ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés. Akkor van egy következő nagyon nagy tétel. Jelenleg a multinacionális cégek Magyarországon kb. 4-szer annyi támogatást kapnak egy munkahely létrehozatalára, mint a magyarok. Ezért vannak itt? Ezért vannak itt. Ezt most is azonnal be kell fejezni. De akkor elmennek. Dehogy mennek el. És ha elmennek, se baj. Ugyanis ez az összeg, munkahelyért fizet a magyar állam ilyen 30 millió forintos támogatást. A 30 millió forint soha nem fog megtérülni. Tehát, viszont lehetne támogatni a hazai vállalkozásokat azzal, hogy nekik adunk kevesebbet, de szintén munkahelyet teremtenek. De munkahelyet, és ami nagyon fontos, a multik által az képes, hadrafogható munkaerő nem lesz elszívva a honi gazdaságtól.
Tehát ezek ezt még hosszan tudná sorolni nyilván a kisebb és nagyobb tételeket. Szerintem értjük abból, hogy amit elmondott, merre kéne menni a magyar gazdaságnak. Hát most nem arra megy. Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk. Köszönöm.